Jaj, ja. Üdvözlet mindenkinek, szevasztok, ja, táskodtan az ágyam. Nincs probléma, Majka és Curtis újra egy csapatot alkotnak, na várjátok, ki kell fújnom az orromat. Tegnap írta ki, azt hiszem, Majka, hogy újra a csapat tagja Curtis. Hát mondjuk én örülök neki, bár ezt szerintem mindenki tudta, hogy ez így fog alakulni. Ugye ők azt mondták, hogy semmiképp nem a marketing fogás miatt volt ez az összeveszés történet, de szerintem ebből mind a ketten tanultak, leginkább a Curtis. Ugye ő volt elvonón, meg egyebek, amit igazából annyit tudok rá mondani, hogy ilyen hamar nem tud meggyógyulni valaki. És azért szerintem az érintettebb emberkék biztos, hogy jobban tudják ezt elmondani, megmagyarázni, de én örülök neki, hogy lesznek közös produkciók, fellépések, meg szerintem közös klippek dalok a Majkával, azaz, hogy Curtis végre remélhetőleg már nem okoz csalódást senkinek, sem magának. Azért egész jó dolgokat csinál a Majka. A Majka is, meg a Curtis is. Most nem tudom, miért a Majkát mondtam egyből, de én örülök neki amúgy, hogy ők újra így egy hullám hosszon vannak és megbeszéltek mindent. Bár ők ugyanúgy beszéltek egymással, meg ugyanúgy szerintem, amikor találkoztak, biztos, hogy azért köszöntek egymásnak. Volt köztük harag, de a barátság, a testvériség sokkal fontosabb annál, mint a harag. Most nem tudom, miért mutattam meg a papucsomat. Lehet, hogy leveszem a cipőmet, mert úgysem megyek sehova. Maximum majd a kutyát viszem ki. Én azt gondolom, hogy azért a Majka is egy igen őszinte ember. Ugye volt az az interjú, amit nyomatott. Jó, ott nagyon sokan a riporter csávót, a szakállas csávót szívták nagyon, ami részben igaz, hogy azért az a csávó kicsit furcsa volt, mert tőle azért így nem megszokott a trágárság, mondjuk sose láttam a csávót, vagy sose hallottam sehol beszélni. Majkától pedig megszokott, hogy csúnyán beszél, hiszen azért ő egy olyan előadó, meg olyan ember, aki azért tényleg szókimondó, és az élete szakaszaiban voltak érdekességek, meg azért ő is csinált botrányokat, elég sokat, főleg amikor fiatalabb volt a Majka. Most azt izélom, hogy a táskám az itt van. Okay. Megtaláltam benne itt a pénztárcámot mámon. De azt a 70 forintot, azt nem, amúgy. Azt nem tudom miért. Tudom, hogy elkanyarodtam a Majka és Curtis témától, de én úgy gondolom, hogy és változatosság kell ennek az egésznek. Azért van így sötét amúgy bent, mert le van húzva a redőny. Hú, kamcsi, nézd meg. Hát ott le van húzva a redőny. Azért, mert az a nagy fény nem kell, mert akkor itt... De. Így jó. Én örülök neki, hogy ők újra összeálltak meg. Hát azért valljuk be őszintén, a Curtis azért egész érdekes figurán, 30 éves, de azért már azért volt az életében történés, meg úgy történtek vele dolgok. Amúgy a dalok, amiket kiadott, ugye videoklip formájában nagyon jók lettek. Jaj, gyerekek, azért biztos, hogy sokan fújognak is, és fújnak akár a Majkára, vagy a Curtisre, vagy mindkettőjükre, hogy biztos, hogy marketing fogás. Én nem tudom, tehát ők direkt kihangsúlyozták, hogy nem marketing. Tehát nem megjátszott volt az egész. Bár én azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog, példaértékű, és elfogadható, és követhető példa, hogy ők annak ellenére, hogy összevesztek, és a Majka mekkora botrányt csinált ebből az egész Curtises, drogozós, iszákos, ivós történetekből, és hogy ő mekkorára felfújta a dolgot. Szerintem azért nézzük meg jól, hogy mekkora hírnevet kapott így a Majka is, és így a Curtis is. És így most a Curtisre irányult a reflektorfény, és azért őt egy kicsit így megközelítették, hogy na most akkor miért, és most akkor ő miért mondta ezt róla, te mit gondolsz róla, most akkor hogy meggyógyultál, nem gyógyultál, iszol-e még alkoholt, nem iszol-e alkoholt, drogozol-e, a családod mellett maradsz. Igazából senki nem lát bele a Curtis életébe, meg emberek életébe, nem látunk bele. Tehát egymás életébe se láttok bele. És ezt nem tudhatjátok, hogy most akkor ő tényleg megváltozott, most 5 hónap alatt meg lehet javulni, ki lehet tisztulni akármilyen dologban, az hülyeség. Tehát ott van Eminem. Jövő már 47 éves. Most ne egy külföldi világsztárt hasonlítsunk egy Curtis Majkához, mert azért ők ahhoz picikék. Már mondjuk azért, hogyha kollabból ránálnak, akkor érdekes lenne, mondjuk az meglepő lenne is ura. Ott van például az Eminem, aki azért 12 lépéses elvonón vesz részt a mai napig, tehát évek
alatt folyamatosan nyomatja ezt a dolgot, egyszer kirakott egy ilyet, hogy 11 éve tiszta. Tehát azért valljuk be őszintén, hogy ezeknek vannak ilyen fokozatai, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és akkor első év, második év, harmadik év, negyedik év, ötödik, tizenakárhány év, nem tudom hány évig tart ez, meg hány lépéses, de biztos, hogy sok. És aki kitartó, és meg tudja csinálni, mint ahogy Eminem is megcsinálta, vagy még mindig csinálja, az elér egy bizonyos pontot. Jó, most értem, hogy a Curtis ilyen gyorsan meggyógyult, meg megjavult, de én azt gondolom, hogy egy kicsit marketing fogás, ez egy picikét egy túlzott dolog. Nem de? De, túlzott dolog egy kicsit. Most azt hittem, hogy nyitva van az ablak, mert mondom, ne legyen nyitva, mert kikap. Amit így eldöltem, mint a vár. Nem, megülöm, igen. Jaj, gyerekek, hát furcsa dolgok ezek, és így lehetne így tekergetni ezt a dolgot sok felé, meg így lehetne ezekről még sokáig beszélni, és lehetne csűrni, csavarni a dolgokat. Hát azért meglepő dolog ez, de én szerintem mindenki tudta, hogy ez lesz, meg amúgy ezt észre lehetett szerintem venni, hogy azért ők kibékültek, már biztos, hogy régóta tudták ők ezt, meg már szerintem az elejétől kezdve jóban voltak, hiszen amikor ugye elvonóra ment a kedves Széki Attila Curtis, akkor a Majka dicsérte és mondta, hogy hajrá, és egyebek, mondjuk ahelyett, hogy tehát ő lejáratta a Curtis, tehát tényleg szégyenbe hozta, mondjuk azt, ezzel segített neki, tehát a negatív reklámmal segített a Curtisnek, most pedig összeállnak. Volt itt olyan, hogy lehúzta pénzzel a Majka nem adta neki oda a pénzt, a Majka elvette a Curtistől a bevételt, az az 1 milliót nem adta oda, vagy odaadta a családjának, a Curtis családjának, és hogy a Curtis mennyire gyűlöli a Majkát, Curtis nem áll szóba Majkával, Majka és Curtis nem fognak kezet a koncerteken, egymásra sem néznek. Ezek mind címek, újságcikkek és oldal címek, és ezzel kattintás, bevételszerzés, megvásárlásra ösztönzése az embereknek, hogy na most akkor menj és vedd meg az újságot, kattintsál az oldalra, olvasd el azt a kiírást, ha Majka kiírt valamit, akkor azonnal újságot írni róla, és kicsit hozzátesznek, elvesznek, tatarararararararara. Ugye, és akkor felfújják mind a lufit, nem? Tehát egy, na, álljon meg a szódás lova, baszki. Tehát ne vizéljük, nyerítsük itt a dolgokat, amúgy itt van egy csomó kóla. Tényleg, ödenézzé. Egy megérett a megy, kettő csipke bokor vesző, három te leszel a párom, négy. Jobb, hogy a picsába elmégy. Amúgy érdekes dolgok, igen, tudom, az ágy az ilyen, engem nem érdekel, így jóval le van terítve, azt kész, mit fizéljek, hogy szórakozzatok a dolgokat. Én így egy kis kólát, mert szomjatosak vagyok, mert kiszáradok itt a... Na, de ráültem a telefontartóra, és hát ilyenre a kis tatyóra. A nylon zacskóba teszem bele a telefon, mert összekarcolja ez a fekete bigy-begy. Amúgy tényleg, tehát ezt gondolom erre az egész történetről, a Michael Curtis történetről. Jaj, lehetne ezt csülni, csavarni. Na mindegy, tehát egész érdekességek vannak. Amúgy a Majka nevéről és a Curtis nevéről is külön-külön nagyon sok-sok bört le lehet húzni, és nagyon sok hozzáadni, elvenni, kitalálni, nagyítani, kicsinyíteni, szélesíteni, hosszítani, rövidíteni, elképzelni, beképzelni, nagyzolni, kicsinyíteni, nagyképűsíteni lehet a két nevet. Tehát lehet róluk mondani szart, jót, közepeset, erőset, végerősebbet, kimondhatatlant, kimondottat és ki nem mondottat, vagy gondoltat. Ja, most ezt nem tudom, hogy mi volt. Ezen gondolkodom én is, hogy micsoda a nagy professzionális szavakat használok én itt, és így nyomom a szöveget, és nyomom a szöveget, én, ennyi volt, és itt a fény, Majka és a Curtis újra összeáll. Na, kifújjuk a nózunkat. Ja. Na, annyit akartam mondani, hogy köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok. Ja, azt hittétek, hogy befejeztem? Nem, amúgy nem fejeztem be. Most ugye a Majka csinált az SM-mel egy közös dalt a Hidegvérrel, hát a dal az puf. SM szövege az oké. SM szövege az oké, de Majka szövege az, hogy is mondjam, gagyi.
A klip az zseniális, tehát olyan, mint hogy egy film lenne. Most a filmet forgatnának, szívesen megnézném. Tényleg, tehát hogy azért tehát jobban rámentek a képi világra, meg a videóklipre, mint a szövegre. Mint arra, hogy tényleg egy valami kicsit határozottabb szöveget nyomattak volna. Mondjuk tényleg SMS hozta a kötelezőt, meg azért ő azért elég jó szövegeket ír. Reméljük, hogy ő írja a szövegeit, és nem más írja neki, bár azért ez hülyeség volt mondani, mert biztos sokan azt fogják mondani, hogy mi az, hogy az SM nem írja a szövegeit. Honnan tudod? Ott vagy? Nem vagy ott. Majka például biztos magának írja a szövegeit, vagy nem. Ki tudja, hogy ki írja neki a szövegeit. Tehát most nem láthatom én, hogy most ő nekiülésk a lapra vezetésk után bemegy a stúdióba felrepeli. Bár most már ugye telefonról, tablettről, meg mit tudom én, milyen kegyerékről beáll, és akkor reppeli a szöveget, hogy itt itt és akkor tudod, itt tartja. Az igazi előadók, mondjuk, hogy ők is előadók, tehát semmi rossz indulat nincs, semmi sem ezt akartam mondani, nem előadók. De az olyan előadók, akik megszokták már, hogy füzetbe vezetik, mint ahogy Eminem is azt csinálja a mai napig, azok bemennek és akkor a füzetből reppelgetnek. Mondjuk Eminemnek furcsa írás, mondja bal kézzel. Bal kézzel nem tudok írni, nem tudom, hogy mennyi bal kezes van. De bal kézzel azért furcsa. Mondjuk bal kézzel még nem próbáltam írni, de egyszer majd kipróbálom, hogy milyen bal kézzel írni. Mondjuk a nevemet leírom. Mondjuk az biztos le fogom tudni, de a nevedet talán le tud írni. Aki balkezes, az megtanult, az jobb kézzel nem tud írni, vagy rajzolni, vagy festeni, csak bal kézzel. De van, aki jobb kézzel tud, mint például én, de festeni nem tudok, úgyhogy hagyjuk is. Jaj, gyerekek! Na, jól van. Hány perce megyünk? Hát ez még tökéletes. Szerintem ez legyen a leghosszabb videó, mert az előző videó sokkal hosszabb volt, mert az 17 perces volt. Ez pedig sokkal hosszabb kell, hogy legyen. Most az előbb elmentem, egy kicsit sétálgattam, mert lementem a tóhoz, a kedvenc helyemre, ahol szoktam amúgy videókat csinálni, meg úgy szeretek videózgatni, meg minden, aztán ott nem volt kedvem videózni, azon jöttem inkább, mert itthon azért a szobában csak jobb, meg így azért nem zavar senki, nem fog bele kiabálni senki, vagy nem megy el egy autó és szólal meg a zene, remélhetőleg, hogy nem lesz ilyen probléma, mert itthon azért jobb. Már amikor tudok itthon videózni, akkor videózom itthon, meg amikor van kedvem, akkor videózok mindenképp. Ha meg nem, akkor nem. Amúgy általában nagyon ritkán videózom most már, mert eddig nagyon sokat videóztam. De hogy minek, azt nem tudom. Gyerekek. Curtis és Majka. Újra együtt a nagy csapat. Lehetne ez is a cím, vagy Majka és Curtis. Újra barátságot kötöttek, immáron együtt koncerteznek. Majka és ők? Majka és Curtis ők? Majka, Curtis és ők. Ja, és a hableány. Nem a hajóra gondoltam, hanem a hablányra. Hát nem a hablány nevű hajóra, hanem a hablányokra, akik a vízben vannak, tudjátok a mesében. Nem tudom, honnan jött a hableány. Mi van? Süsű sárkány. Bodrogi Gyuszi. Gyula bácsi. Na ő mondjuk 86 éves már. Hű, gyerekek. Az öreg még mindig milyen aktív és ugyanúgy színészkedik. Lassan 90 éves lesz a csávó. Bodrogi Gyula bácsi. 86 éves. Ugye? Szépkor. Most nem tudom, hogy jött ide a Majka Curtishez. Majka és Curtis? Barátságot kötöttek, és immáron már együtt koncerteznek. Légy részese te is Majka Curtis barátságának, és lájkold ezt a videót, és a leírásba kérlek, hogy lent a videó alatt kattints bele a kettő darab Instagram oldalamra, gyalog a Facebook oldalamra, és írd meg a véleményed erről a videóról, és döntsd el, hogy neked tetszik-e, amit én mondok. Ha úgy érzed, hogy érdekesnek találsz engem, kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára. Ha nem szeretnél, te eldöntöd magad, hogy mit gondolsz. Én csak megkértelek rá, hogy iratkozz fel. Ha nem akarsz, nem iratkozol fel, de úgyis felfogsz. Én tudom, hogy rányomsz arra a feliratkozás gombra és a kis csengőre, hogy értesítést kapj minden
feltöltött videóról, vagy éppenséggel kivárod a sorodat, és beállsz a sorba, és azt mondod, hogy igenis várom, amíg ő föltölt egy videót. Atya úristen, új videó, hát mindjárt megőrülök, bepörgök, mint a búgócsiga, és akkor így érdekességek lesznek. Képzeljétek el, Majka és Curtis újra kebelbarátok lettek, ó, és hirtelen már együtt fognak koncertezni. És az eddig ígért koncerteket újra elkezdik csinálni. Zsenialitás. Marketing fogás. Marketing reklám. A pénz miatt vesztek össze? Vagy a pénzért csinálták az egész összeveszést? Ez egy érdekes kérdés. Találgatok, találgatok, és egy cikket mindjárt írok. Azonnal kezdjük el a cikkírását gyorsan. Majka megint beszólt a tömegnek. Majka szitta a fonogram díjátadót. Majka nagyon elsírta magát, amiért nem nyert díjat. Majka beszólt mindenkinek, akinek lehetett. Majka és Curtis, újra barátság? Aja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 j
hogy mekkora király, papa. És akkor ilyen hasonló cikkeket írnak. Most jó, kitaláltam valamit, de vannak ilyen érdekességek, nem? Tehát, hogy azért az újságíróknak micsoda érdekességek pattannak ki a fejükből. Ugye van az igazgató, aki ezt engedélyezi, tehát ő engedélyezi a dolgokat. Lehet, hogy többen összeülnek, megbeszélik, és valaki azt mondja, hogy jó, akkor ezt a cikket megírod. Mármint nem úgy értem, hogy az újságírók egymás között, hanem valakivel megbeszéli, és azt mondja, hogy jó, akkor ez lesz a címe. És onnantól kezdve közben gépeli, csak hogy tehát olyan hihetetlen, hogy az újságírók miket ki tudnak találni. Na meg az emberek, amikor kommentelnek, meg mi, hogy jaj. Mondjuk azt, hogy mi emberek, minden egyes ember, mindenki, most vegye mindenki magára, mert mindenkiről szól, mindenki tudna újságíró lenni. Miért? Mert amiket kitalálnak, atya úristen, tehát így nézed a Facebookot, és hogy úristen, tehát komment szekció, YouTube-on nézed a videókat, komment szekció, akár videós, akár előadó, akár színész, akár rapper, akármilyen ember, és kommentben gyerekek olyan történetek áradoznak, hogy így elgondolkodsz, hogy atya úristen, tehát ez a való világ, vagy csak egy mese, ami csak ilyen van, aztán nincs is. Vagy egy kitaláció, és közben nincs. Vagy amikor álmodsz valamiről, tehát a fejedben milyen érdekességek tudnak keletkezni, és akkor így reggel felébredsz, hogy miért álmodtam én ilyet? Hogy jött ez az álom, amikor én nem is gondoltam olyanra, amit álmodtam? Miért álmodtam erről? Vagy miért álmodtam meg azt, ami már négy elmúlt? Vagy miért álmodom azt, ami még nem is volt? Lehet, hogy lesz. Lehet, hogy megtörténik az, amit álmodtam. Lehet, hogy tényleg egy zebrán átmegyek, és nagyon messze kell még mennem, és még megyek, és még megyek. Hogy eljön a világ vége, október végén, meg egyébként. Tehát, atya úristen, meg hogy megjósolták a jósok, meg mit, atya világ, tehát olyan szörnyű kitalációkat tudnak kreálni emberek, hogy atya világ. Na, én pedig most köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy el tudtam mondani mindent. Majka is. Curtis kibéküléséről megtettem, amit megtettem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, a videó pedig felkerül a Rio Official csatornára, és a leírásban mindenki kattintsatok bele, vigyázzatok magatokra, és hát jelentkezem majd még videókkal, és még érdekességekről fogok beszélni nektek.